Engem ért a megtisztelő feladat, hogy bemutathassam a kedves nézőknek következő műsorvezető társunkat, akinek kilétéről természetesen sokan már tudhatnak. Itt van velünk a stúdióban Tokár Tamás, szervusz, köszöntöm a sok szeretettel. Szia, Tomi. Most még abban a fotelben, jövő héttől már itt, hát pontosan ugye Balázs helyén, majd Emily mellett. Hogyan készülsz erre a feladatra egyáltalán? Mit szóltál ahhoz, amikor megtalált téged a felkérés, hogy jönnél a Startban műsorvezetőnek? Hú, jó reggelt nektek is, köszönöm, hogy itt lehetek. Egyelőre ebben a pozícióban most, de nagyon várom, hogy átülhessek majd oda. Én minden... Itt is ki van ülve, ott sem kényelmesebb, igen, tehát nem reménykedni. Azért ültem ott, nyilván hát úgy is készülök a kérdésre válaszolva, hogy próbanapokat tartottunk. Ma reggel is ugye 6 órától itt vagyok, figyellek titeket, jegyzetelek, hogy ki mit mond, hogyan következő blokkok, hogyan jönnek, és milyen felvezetőkkel készültök. És hát nagyon sokat olvasok nyilvánvalóan. Tehát, hogy azokat a műfajokat vagy témákat, amiket alapvetően is fogyasztok, de most nyilván kevesebbet előtte, azokat most még jobban és intenzívebben a politika közélet, hogy nyilván sokkal tájékozottabb legyek, mire beülök majd abba a székbe vagy abba a pozícióba. Mikor keltél ma? Ma 4:30-kor. Akkor na jó, hát akkor kezdesz hozzá. De nem lehet korán kelni, azt már most tudom. Tehát elindulom magam a koránkelésre, és hogy nem lehet, tehát mindig el tud menni az időm valamivel, úgyhogy szerintem egy ilyen 4:15-ös ébredés lesz az optimális erre a feladatra. Na, ez mélyen együtt érzek. Ugye? Veled, igen. A legnagyobb kihívás mi jelenti számodra? Hát a kihívást az élőadás. Jó, a 4:15, a 4:15. A 4:15. Ezt értem. Az még nem tudom, hogy kihívás jelent a számomra. Balázs tud róla beszélni. Az. Beszéljünk erről? Nem beszéltünk erről. Nem látszik, hogyha ez vigasztal titeket, hogy... Te jobban bírod. Én nem jól vagyok, igen, általában. Bár szoktam látni, hogy a kommentelők kritizálják, hogy éppen fáradtnak tűnik a szemem, amit nem értek, mert olyan jól tudom érezni magam. Mert olyan jó a sminkes pedig. Igen, jó kis csapatunk van, de ezen kívül milyen kihívásokkal kell szembenézni? Nyilván a tájékozottság, hát esetleges hiánya, tehát nyilván azért nekem nem a témám a politika és a közélet, vagy nem volt szakmai szempontból, azon kívül, hogy fogyasztom is érdekel, úgyhogy nyilván ebben kell nagyon sokat még fejlődnöm és tanulnom, hogy... úgy tudjak majd idővel hozzászólni a témákhoz, ahogyan ti is már hozzászóltok a témákhoz. Tehát ne csak kérdésekkel kell készülni ugye erre a műsorra, hanem megalapozzátok ezeket a kérdéseket, és nagyon ismeritek a témát, és vissza is tudok kérdezni. Ez egy nagyon fontos tulajdonsága szerintem, ezért is nehéz ez a szerep, ez a műsorvezetői szerep itt, úgyhogy erre készülök, és talán ettől aggódom egy picit. Ne, szerintem ne. A jó tanácsok azok felhúznak téged, vagy pedig úgy érzed, hogy valaki fogja a kezed? Jó tanácsok? Ha jó tanácsok, hogyha kapsz így jó tanácsot, kaptál egy jó tanácsot? Én a kritikákat jobban szeretem ilyen szempontból, mert abban jobban tudok tanulni, hogy mi az, ami rossz, vagy nem annyira jó. És én nagyon szeretem az ilyen visszajelzéseket minden téren. Valahogy nekem ezek számítanak. Fontos emberektől, persze, tehát olyan emberektől, akik ebben kompetensek. Ugye abban a részében tudlak téged megerősíteni, meg segíteni, hogy én is nagyjából ugyanolyan útvonalat vagy utat járok be, mint te, hogy egészen más a szakmai múltam, mint ami például akár Balázsnak is. De szerintem az, hogy ilyen sokszínűek vagyunk, sokféleképpen látunk dolgokat, más aspektusokat hozunk be, az nagyon-nagyon jó tud lenni, és ehhez a személyiségünket is hozzá tudjuk adni. Szóval, akik esetleg eddig téged még nem ismernek a korábbi munkásságod kapcsán és annak alapján, mi az a quintesszencia, amit te majd szerinted be fogsz tudni hozni ebbe a műfajba, vagy ide a Start stúdiójába? Én nagyon érdeklődő vagyok, és nagyon kíváncsi vagyok, és nagyon-nagyon szeretek, rendkívül fontosnak tartom, hogy új dolgokat tanuljon az ember. Tehát én nagyon sokat olvasok olyan témát, amit alapvetően mások talán nagyon unalmasnak gondolnak, például történelem, régészet, nekem ez nagyon fontos, és rájöttem, hogy vannak olyan területek az életben, amiket az ember így néha így valahogy így átkattan egy ilyen rugó benned, vagy egy kapcsoló, és akkor elkezd borzasztóan érdekelni. És én ezt várom személyes szempontból ettől a műsortól és ettől a munkától, hogy ilyen politika közélet témában sokkal tájékozottabb legyek. És ez szerintem nagyon, nagyon fontos, hogy az ember megmutassa magát, hogyha tud mondjuk bizonyos szórakoztató tartalmakat készíteni, vagy lazább tartalmakat készíteni, hogy legyen egy olyan oldala, ami egy intellektuálisabb, egy tájékozottabb, egy kicsit komolyabb oldala. És ez talán még jól is állhat nekem majd. Jó partnered lesz ebben egyébként Emily, aki most már évtizedes tapasztalatot tudhat maga mellett, maga mögött. Milyen volt az első találkozó? Ahogy szoktuk így mondani szakmában is, hogy meg kell, hogy legyen az a fajta kémia, az első reakció, hogy ti majd jól tudjatok együtt dolgozni. Sok közös van bennünk, mert mind a ketten gluténérzékenyek vagyunk. Ez egy fontos pont, szülők vagyunk, hasonló korú a gyermekünk, tehát hasonló problémákkal vagy élethelyzetekkel szembesültünk a mindennapokban, és hát ugye nem fogom valószínűleg belefolytani a szót,
sokszor. Tehát nyilván én majd hagyatkozom az ő tudására és tapasztalatára ilyen hard news témákban, és ez nekem azért egy biztos terep ilyen szempontból, hogy van mellettem egy olyan társ, egy olyan bástya, aki azokat a témákat, amiket értem szerint engem még annyira nem tudtak behatóan meg, vagy nem tudtam őket megismerni, akkor ő ebben jobb lesz, és erősebb lesz, és meg támogat. És hát, hogy én is őt már valamiben ez megkiderül. Ugye a nagy kereskedelmi csatornától érkezel hozzánk, annak az elválásnak a háttereiről túl sokat, vagy háttereiről túl sokat nem tudunk, és nem is akarunk firtatni semmi olyasmit, amit egyébként a felek eddig a nyilvánosság előtt nem mondtak el. Az ott akkor, az a fajta megszakadása a kapcsolatnak, az a televíziózása való viszonyodat is meghatározta. Tehát volt-e miből visszajönnöd? Én amikor ott fölmondtam, akkor nem terveztem azt, hogy én feltétlenül tévézek. Tehát, hogy visszatérjek a televíziózásba, és hogy nekem mindenképpen tévében kell szerepelnem. Ott azért volt 5 évem, 5-600 élő adásom, ami adott egy ilyen alapot arra, hogy maga biztosan tudjak mondjuk szerepelni, vagy működni egy élő televíziós műsorban. De mondjuk egy olyan típusú műsort már nem vállaltam volna többet, hogyha ezzel válaszolok a kérdésre, mert már nem adott annyit. Tehát, hogy na, azért nyilván abban is nagyon sokat tanulhatsz, fejlődhetsz, folyamatosan abban a műfajban is, és abban a műsorban is. De én úgy gondolom, hogy én most már valami másra vágytam, hogy akkor is elmondtam. És ez a műsor például sokkal több kvalitást igényel, és nem degradálva azt, hanem sok, vagy inkább különböző kvalitásokat más, igényel, és sokkal másabb típusú felkészülést igényel, és ezért talán ez nagyobb kihívás. Jó. Július 25-én kezdesz itt nálunk. Jövő csütörtökön. Igen, jövő csütörtökön, majd meglátod, hogy tényleg ki van ülve ez a sarka is a kanapénak. És várunk és köszöntünk szeretettel a stábban, és azt kérjük a nézőktől, hogy ők is várják, és köszöntsék szeretettel Tokár Tamást. Nagyon várom én is, köszönöm. Jó fejnézőink vannak, köszönjük szépen, hogy jöttél. Én is köszönöm, hogy itt lehettem.